Az új nyugdíjas kártyának köszönhetően ezentúl nem kell felmutatni az utolsó nyugdíjcsekket a nyugdíjas státusz igazolásához. Ezzel a nyugdíjasok személyi adatait is megvédik az esetleges visszaélésektől, valamint egyszerűbben tudják majd kihasználni a kedvezményeket. Csak jobb ez az ötlet így mindannyiunk részére, hogy ez az újítás, ami lett most utóbb. Biztonságosabb sokkal. Jó dolog szerintem. Jó dolog. Eddig nem volt nekem, mert különben még nem is nagyon mozdulok is sehova se, úgyhogy nem is tudtam, hogy létezik ilyen. De most, hogy itt hallom, így jó nekem is, hogy lesz ilyen kártyám. Az új dokumentumot a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap adja ki, minden nyugdíjas számára ingyenes. A kártyák csak a nevet és a vezetéknevet, a fiúkintézet elnevezését és a kártya számát tartalmazzák, így védik a nyugdíjasok személyes adatait. Penzionerska kartica služi da bi se penzioner identifikao, znači za identifikaciju penzionera. Ona mu služi umesto čeka ili umesto rešenja o penziji koje je do sad morao da pokazuje da bi ostvario neke popuste. Sada to više neće morati. A nyugdíjas kártya ingyenes, április végig Szerbia 1,7 millió nyugdíjasa kézhez fogja kapni. A nyugdíjas kártya átvételének lehetőségéről értesítik az érintetteket.